Dicsőség az Úrnak! A zsidó 12-ről szeretnék beszélni. Az elmúlt időben már beszéltem erről a részről, és mindig, amikor erről elmélkedem, friss kijelentéseket kapok. Vannak, akik ma azt mondják a kegyelemben hívő embereknek, és minden hívőnek ilyennek kéne lennie, tehát azt mondják nekik, az van írva, hogy minden emberrel törekedni kell a békességre és szentségre, amely nélkül senki nem látja meg az Urat. A görögben itt a megszentelődés szó áll. Ők tulajdonképpen azt mondják, hogy nem üdvözülhetsz, míg nem vagy szent. Ezzel veszélyes területre léptünk. Így azt mondjuk az embereknek, hogy szentség által üdvözültek, és az üdvösségüket szentség által tartják meg. Ez veszélyes tanítás. Ezt nevezi Pál más evangéliumnak. Akkor hogy értelmezed ezt a verset, Prince Pastor, hogy szentséget, amely nélkül senki nem látja meg az Urat? Ez a kijelentésről beszél. Jézus maga mondta ezt, áldottak a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent. És látjuk, hogy Kornélius házában a pogányok szíve megtisztult, amikor hittek a jó hírben, hogy a bűneik megbocsáttattak Jézus által. Így kapsz tiszta szívet. A Biblia azt mondja, hogy úgy kellene élnünk, hogy minden nap friss kijelentésre éhezzünk az Úrtól. Aztán azt mondja, vigyázván arra, hogy az Isten kegyelmétől senki el ne szakadjon, nehogy a keserűségnek bármely gyökere. Ez elmondja, hogy hogyan sarjad a keserűség. És amikor kisarjad, ezáltal sokan, hadd olvassam el az egészet, nehogy a keserűségnek bármely gyökere fölnövekedvén megzavarjon, és ezáltal sokan megfertőztessenek. Amikor felnövekedik a keserűség gyökere a gyülekezetben, tudjátok, mi történik? Ez nem csak egy ember gondja, nem csak egy ember szennyeződik be. Ha valakiben ott a keserűség gyökere, az járkál és sokakat beszennyez. Főleg a mai társadalomban. Ma álnevek blogok mögé bújnak, és beszennyezik, akik csak hajlandóak elolvasni. Néhány dolgot, ha elolvasnék, engem is megfertőzne. Téged is megfertőzne, nem vagy még túl ezen. De mi történik, amikor elolvasod? Megiszod valakinek a keverékét, valaki szirupját, amit összekutyult, és azt mondta, igyál. És te megiszod az utolsó cseppig. Most már az ő keserűsége benned van. Egy pletykáló szavai olyanok, mint a sebek. Ha egy pletykálkodó szavaira figyelsz, az belül megvág. Tehát mi miatt nő fel a keserűség, ami a békesség ellentéte? És rögtön ezután a 16. versben nem csak a keserűség, hanem ne legyen senki parázna. A görögben itt a pornosz szó áll. Ez a parázna. Nézzétek, ne legyen senki parázna. És a ne mindig folyamatos. Nehogy az legyen. Légy biztos benne, hogy nem történik meg. Nehogy a keserűség gyökere ott legyen. Nehogy parázna legyen. Ez mind össze van kötve, tehát ha valakinek szexuális problémái vannak, valószínű, hogy a titkos keserűség is ott van valahol. Menjünk vissza a 14. versre. Kövessétek a békességet, az ellentéte a keserűség, és a szentséget. Az ellentéte például a paráznaság. Miért ilyen elterjedt ez Krisztus testében? Miért van talán itt is egy-kettő, akiknek kihívás ez a terület, és mindig elesnek? Isten azt mondja, hogy jóval azelőtt, hogy paráznaság, szexuális erkölcstelenség, pornófüggőség jönne, az a problémád, hogy ott van valahol a keserűség gyökere. Miért van, hogy néha annyira mérges vagy? A keserűséghez kötődik. Nem érdekel téged, hogy mindenki felé a békességet kövesd. Mindezek a törvény és a kegyelem témájához kapcsolódnak. És a nap végére az egész a törvényről és a kegyelemről fog szólni. Azt vesszük észre, hogy a következő vers elmondja, hogy ez hogyan történik. Vigyázván arra, hogy az Isten kegyelmétől senki el ne szakadjon. Ez az a terület, amire figyelned kell. Ha figyelsz az Isten kegyelmétől való elszakadás területére, és itt a vigyázván egy nagyon érdekes szó, ebből kapod az episzkopális szót. Görögül itt az episzkorpió áll, amiből az episzkopális egyház szó is származik. Az episzkopális vagy episzkorpió azt jelenti, hogy felügyelet. Ez nem csak a gondos figyelés, ahogy a King James mondja, vagy alapos figyelés, ahogy az új King James mondja, tulajdonképpen azt mondja, figyelj gondosan a népedre, másokra, nehogy elszakadjanak Isten kegyelmétől. Mert jóval azelőtt, hogy ott a szexuális bűn és a keserűség gyökere, az emberek már elszakadtak a kegyelemtől.
Nézzétek, ez rögtön azután van, hogy szentség nélkül senki nem látja meg az Urat. Ez elmondja, hogy mi eredményez békét az emberekkel, mi eredményez szentséget, amely által mindig új kijelentést kapsz. Ez mindig Isten kegyelmében van. Hogy érted, Prince Pastor, hogy törvény és kegyelem? A törvény az elvárásról szól. A sínai hegy, amikor Isten adta a 10 parancsolatot, az elvárásról szólt. Sion hegye pedig, ami a kegyelem hegye, ahol a Szent Szellem leszállt, ahol az egyház született 2000 éve a felsőházban, ez a hegy a Sion hegye, a kegyelem hegye. És a kegyelem az ellátásról szól. Tehát újra visszatértünk a hegyekhez. Milyen kapcsolatod van a gyermekeiddel? Prince Pastor, nem értesz egyet azzal, hogy követelményeket kell támasztanunk a gyermekeinkkel szemben? Az élet olyan, hogyha hiányzik a tudásuk és a tapasztalatuk, az élet már így működik. Fiatal koruktól addig, amíg el nem érik a te korodat, vagyis inkább ez az érettségüktől függ. Különböző gyerekek másként érnek, de a lényeg, hogy az elvárás a szülői lét része. De ezt tudod ellensúlyozni az ellátással. Van, amikor azt mondhatod, megvan már benned ez a dolog, már láttam, törődsz más emberekkel. Ez a lány, akivel nem vagy jó viszonyban, az osztálytársad, nagyobb vagy nálad. Láttalak megbocsátani, és tudom, hogy a helyes dolgot fogod tenni. Ez az ellátás. De mondhatod így is. Hé, nem tudod, hogy te Prince Pastor lánya vagy? Hogy tudsz ilyen mérges lenni az emberekre? Mennyi ideje már? 2 hete? Csak adok egy forgatókönyvet, ez sosem történt meg, vagy máshogy nem 2 hét volt. De feltételezzünk most 2 hete. Hogy tudod ezt tenni? Ez a keserűség a szellemedben. Lerombolod magad. Ez az elvárás. Látjátok a megközelítést? Miért nem teszed? Miért nem vagy képes erre? Te. Ezt teszi a törvény. Azt mondja, ne ölj, te. Ne tedd. A kegyelem azt mondja, én nyugalmat adok neked. Én leszek Istened. Én megbocsájtom a bűneidet. Látjátok a 2 hegyet? Az idő miatt menjünk a hegyhez. 18. vers. Mert nem járultatok megtapintható hegyhez. Nem járultunk, mert mi másik hegyhez jöttünk. Most a 22. vers. Hanem járultatok Sion hegyéhez. Menjünk vissza újra a sínai hegyhez. Mert nem járultatok megtapintható hegyhez, ez egy kézzel fogható hegy, összehasonlítva Sion hegyével. Sion hegye a mennyei Jeruzsálem. Senki nem tudja látni Isten királyságát, de valóságos. A szívedben és elmédben véglegesen rendezd ezt le. Csak azért, mert nem látod és nem tapintható, ez nem jelenti azt, hogy nem valóságos. Tulajdonképpen azok a dolgok, amiket nem érinthetsz, érezhetsz és láthatsz, valóságosabbak a láthatóknál. A Korintusi levél azt mondja, hogy a látható dolgok ideiglenesek, de a láthatatlan dolgok örökkévalók. Isten most itt van. Ő láthatatlan és örök. A széked látható és ideiglenes. Nem számít mennyi ideig, még ha nem is ülsz rajta, csak időkérdése, lebomlik, eltűnik. Vannak itt angyalok, láthatatlanok. A szellemed láthatatlan, a tested látható, ideiglenes. Egy nap örökkévaló tested lesz. Tehát ne gondolkozz többé így, hogy ha csak nincs pénz a kezemben, az nem valóságos. Nem, tiéd a pénz, tiéd a gyógyulás, tiéd a kegyelem. Tiéd birtokold, de nem látom, nem tudom megfogni. Ezért kell megtanulnod hit által járni. Ami láthatatlan, az örökkévaló. Tehát azt mondja, mert nem járultatok megtapintható hegyhez és lángoló tűzhöz. Így jött a törvény, így jött a 10 parancsolat, és sűrű homályhoz, és sötétséghez, és szélvészhez. Nézzétek a törvény légkörét. Nagyon sötét, szélvész, tűz, és trombita harsogásához. A nép könyörgött, Mózes, ne hagyd, hogy Isten szóljon hozzánk, te szólj hozzánk. Még ha oktalan állat ér is a hegyhez, megkövesztessék, vagy nyillal lövettessék le. A King James szerint tüzes nyillal. A King James-ben lévő szó gyökere ugyanaz, mint amikor az Efézusi levél azt mondja, vegyétek fel a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok az ördög minden tüzes nyilát, tüzes lövedékét. Mit jelent ez? Amikor megérinted a sínai hegyet,
Azonnal tüzes nyilak repülnek az utadon. Abban a pillanatban, hogy azt mondod, nem, én hiszek a kegyelemben, de hiszek a törvényben is. Próbáljuk meg ötvözni őket. Akkor az ördög azt mondja, a szemei magán vannak, és Krisztuson is. Sújtsunk le a saját részére, megmutatom neki, mennyire kevés, mennyire le van maradva, és hol tévesztek. Kilövöm a nyilat, és nincs védelme. És tudjátok miért? Mert részben Krisztus van, részben pedig ő. Amikor Krisztus a mindened mindenben, akkor ő a pajzsod. Érdekes. Még Mózes is félt, és remegett ebben a légkörben. Amikor olyan elegyet hallgatsz, ahol az emberek a törvényt prédikálják, a végén elmész a gyülekezetből, és sötétséget érzel. Olyan, mint a sínait áthozták volna, érzed a remegés és sötétség légkörét. Érzed a tüzes ítélet tüzét. Voltam már ilyen helyen, azt sem tudtam, hogy egyáltalán üdvözültem-e. Rendben, most a jó hír. Nem ehhez a hegyhez jöttetek, hanem járultatok Sion hegyéhez és az élő Istennek városához, a mennyei Jeruzsálemhez. Ez elmondja, hogy ez nem a földi Sion Jeruzsálemben, ez a Sion mennyei. És Pál beszél erről a Galata levélben. Ez a mi anyánk, a kegyelem. Ez a mennyei Jeruzsálem, az élő Istennek városához. Itt említi Istent először, nem azon a hegyen, Isten átköltözött. Nincs többé ott. Az ítélete ott van, de ő nincs ott többé. Mennyei Jeruzsálemhez és az angyalok ezreihez. Említett angyalokat a sínainál? Nem, egyet sem. Itt viszont angyalok milliárdjait találod. Nem tudod őket megszámolni, számtalanok. Amikor a sínainál imádták az aranyborjút, mindenkit megöltek a léviták. Az Ószövetségben nem volt válasz a bűnösnek, csak az, hogy megölik a bűnnel együtt. De amikor Jézus lejött az átváltozás hegyéről, volt ott egy démonizált fiú. Az apja Jézushoz kiáltott segítségért. Jézus nem dobta el a fiút a démonnal, hanem megítélte a démont, kiűzte, megmentette a fiút, és szerette. Ez a kegyelem. Róma 6.14. Mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik, mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt. Galata 5. Krisztus hatástalanná vált számotokra. Ez egy szörnyű dolog. Szörnyű, amikor Krisztus, aki a mi szentségünk, erőnk, egészségünk, életünk, hatástalanná válik. Ez rettenetes. És miért válik Krisztus hatástalanná? Azt mondják, hát a bűn miatt, Prince Pastor. Helytelen, próbáld újra. Olvasd a Bibliát. Krisztus hatástalanná vált számotokra, akik a törvény által akartok megigazulni. Ha a saját teljesítményeddel próbálsz szentséget vagy igazságot szerezni Istennél, akkor kiestél a kegyelemből. Figyelnünk kell egymásra, hogy ne szakadjunk el a kegyelemtől. Menjünk vissza befejezésül a zsidó levélre. Hanem járultatok Sion hegyéhez, és az élő Istennek városához, a mennyei Jeruzsálemhez, és az angyalok ezreihez, az elsőszülöttek seregéhez és egyházához, ez az új teremtés gyülekezet, az újjászületett emberek. Nem a gyülekezetünkre utalok, hanem általánosan azokra, akik hisznek Krisztusban, ők új teremtések, akik be vannak írva a mennyekben. Örültök, hogy útleveletek van a mennyben? Amen. És valószínű, hogy a számod 5555, és mindenek bírájához, Istenhoz. Ne féljetek ettől. Észrevettétek, hogy Isten ezen a hegyen van? És azt mondja nektek, hogy a legnagyobb biztonságotok ez, hogy ezt tudjátok. De még amikor Isten bírói úton foglalkozik is veled, te a tökéletessé tett igaz emberi szellem vagy. Értitek? Nem akarom, hogy Isten csak azt mondja, tudom, hogy tele vagy bűnnel, de én úgy fogok viselkedni, mintha igaz lennél. Besöpröm a bűneidet a szőnyeg alá. Ez nem így működik. Sokan ezt hisszük, de ez nem így van. Ha ez így lenne, Krisztusnak nem kellett volna meghalni. Nem. Isten igazsága kitöltötte a haragját Krisztuson, amikor ő a bűneinket viselte. Most, hogy Krisztus bűnhődött a bűneinkért, a bíró, aki nem tévedhet, követeli, hogy igazzá tétes. Azt követeli, hogy nincs károsztatás. Tehát amikor ehhez az Istenhez, mindenek bírájához jövök, úgy jövök, mint tökéletessé tett igaz ember szelleme. Mindez ezen a hegyen van. Következő,
Jézushoz. Ó, Jézus is ezen a hegyen van, nem a sínain. Ti, akik visszamentek a sínai hegyhez, nem csoda, hogy nem találjátok ott Jézust. És az új szövetség közbenjárójához, Jézushoz, és a meghintésnek véréhez, mely jobbat beszél, mint az Ábel vére. Ez a vér jobb dolgokat mond, mint Ábelé. Kicsoda Ábel? Ábel az, akit megölt a testvére, mert Isten elfogadta az áldozatát, aki vért áldozott. A testvére nem vért áldozott, de őt Isten elfogadta, mert ő azt mondta, nem az én cselekedeteim, csak is Krisztus. Vérontás nélkül nincs bűnök bocsánata. Ő a bárányt hozta, és Isten elfogadta őt. A testvére féltékeny volt, az első gyilkosság a világon a vallás miatt volt, hogy hogyan közelítsenek Istenhez. Nem úgy van, hogy az egyik ateista, a másik meghitt Istenben. Nem, mindkettő Istenhez közeledett, de az egyik a teljesítményében hitt, a keze munkáját hozta, ez Káin vallása. A másik csak a bárányt hozta. Nem én, csak a bárány. És Isten elfogadta Ábelt. Tehát Káin féltékeny volt. A teljesítményközpontú ember mindig féltékeny a kegyelem központúra. Nem érdemli meg azt a ragyogó dicsőséget, de Isten elfogadta őt. Az enyém jobb, ez keserűség. És megtörtént az első gyilkosság. De amikor Ábel vére kifolyt, Ábel bűnös volt. Minden ember bűnös. Az ő vére bosszúért kiáltott a testvére ellen. Isten megjelent a gyilkos Káinnak, és azt mondta, a hangja, a vérnek van hangja. A testvéred vére kiált hozzám a földből. Miért kiáltott? Bosszúért a gyilkosság miatt. De Jézus vére, amely kiontatott a kereszten, jobb dolgokat mond. Amikor kiontatott a vére, a bűnösért bűnbocsánatról beszél, az elveszettért megváltásról beszél, helyreállításról beszél azért, akinek a gyermeke eltévedt. Egészséget, gyógyulást és teljességet szól. Amen. Vigyázzatok, ne utasítsátok el azt, aki szól. A vér jó dolgokat beszél. Ne utasítsd el a kegyelmet. Ne utasítsd el a hangot, ami a kegyelemről beszél. Ne utasítsd el a hangot, ami kegyelmet szól, ami jobb dolgokról beszél. Néhányan inkább elfogadnánk egy olyan hangot, ami ítéletről beszél. Azt mondják, ez egy jó alkalom. Azt mondja az ige, légy óvatos, ne utasítsd el a vért, ami kegyelmet szól, mert ez Jézus beszéde. Mert ha azok meg nem menekültek, akik a földről szólót elutasították, egyszer a sínain szólt a földön, és senki nem menekült meg. Végül azt mondja, sokkal kevésbé mi, ha elfordulunk attól, aki a mennyből szól. Aki elutasítja Jézus Krisztust és az ő kegyelmét, Isten azt mondja, mindent megtettem érted, ez a szeretetem, a fiam, és te azt mondod, nincs rá szükségem, tudom intézni a saját életemet. Lényegében elütöd az ajándékot. A Biblia azt mondja, ennyi, nincs számodra többé üdvösség. Erről szól a zsidó levél. Kinek a szava, akkor megrendítette a földet, a sínait, most pedig ígéretet tesz, mondván, még egyszer megrázom nem csak a földet, hanem az eget is. A törvény hangja a sínain csak a földet rázta meg, a kegyelem hangja pedig az eget és a földet is meg fogja rázni. Az eget hol? Ez nem Isten lakóhelye, hanem ahol a gonosz szellemek vannak. Mindezek megrendülnek, amikor a kegyelem hirdettetik. Az a még egyszer pedig jelenti az álhatatlan dolgoknak, mint teremtményeknek, emberalkotta dolgoknak megváltozását, hogy a rendíthetetlen dolgok maradjanak meg. A kegyelem hangja, ami ki lett hirdetve, minden emberalkotta dolgot semmivé tesz. Csak az marad meg, ami a kegyelemtől, a szellemtől, Krisztustól és az Atyától van. Azt akarom, hogy a házasságom, a gyermekeim, a gyülekezetem, a szolgálatom rendíthetetlen földön legyen. De ennél jobban akarjátok, hogy a tanításom rendíthetetlen legyen. Ezzel befejezzük. Annak okáért mozdíthatatlan királyságot fogadva el, nem örültök? Olyan királyságot fogadtunk el, ami rendíthetetlen. Legyen kegyelmünk. Mi legyen? Kegyelem. Mi legyen? Kegyelem. És a legyen a görögben egy aktív hang, nem passzív. Legyen kegyelmünk. A görögben a legyen szó az echo, egy aktív hang. Birtokoljuk a kegyelmet. Elmélkedjünk a kegyelemről. Ragaszkodjunk a kegyelemhez. Prédikáljuk a kegyelmet. Éljük meg a kegyelmet. Legyen kegyelmünk, amely által csak kegyelem által szolgáljunk Istennek tetsző módon, tisztelettel és Istenfélelemmel.
Tehát az emberek a tiszteletet és az Isten félelmet akarják az egyházban, de ez kegyelem által jön. Mert a mi Istenünk megemésztő tűz. És ebben az összefüggésben Isten mindent megemészt, ami nem kegyelem. Akkor ültessük ezt a gyakorlatba. Amikor reggel fölkelsz, két választásod van. Az alkalmon prédikáltam, ez friss a fejedben, és azt mondod, Atyám, köszönöm. Amikor azt mondod, hogy add meg nekünk a mi mindennapi kenyerünket ma, kérlek, higgy. Azt mondtam, hogy kérlek, higgy, és add meg nekünk a mindennapi kenyerünket. Nem csak fizikai, hanem bármilyen kenyérre van szükséged aznap, ellátás jön az utadon. Kelj fel az ellátással, és ha a feleséged azt mondja, ez a teendő, vagy az a teendő, csak mondd ezt. Az ellátás a bölcsesség úton van. A bölcsesség érkezik. Elfogadom azt. Amen. Figyeltek arra, amit mondok? De ha azt látod, hogy egyre kevesebb az önuralmad, kevés ez vagy az, akkor a kegyelem kevés. Jóval azelőtt, hogy ott van az a bűn, már szűkében vagy a kegyelemnek. És mi a kegyelem? Ellátás. Amen. Thank you for tuning in to our broadcast. You have watched highlights of a sermon by Joseph Prince. To order a copy of the full sermon, which is approximately 60 minutes long,